játék? Amint mondtam, közhírré tétetik, ezennel kihirdettetik. A város minden lakosának kidoboltatik. Kicsiknek és nagyoknak. Fülüket jól nyissák ki, szájukat tátsák ki. A nyugdíjasok palsangja ezennel kezdetét veszi. Lesz itt minden, móka, kacagás. Mindenkinek jókedv és mulatság. Ezennel szólítom sorba a jelmezeseket. Tél van, ugye tudjuk. Hát az az igazság, hogy ideje lenne már a kéményeinket egy kicsit megnézetni. Ennek tiszteletére, hát fölkértünk egy kéményseprőt, hogy a lakosság figyelmét hívja föl sok mindenre, mert van itt cucálni való, kotorni való. Ugye? Tehát cucáltassanak, kotortassanak, de van egy nóta, hogy ennek a kislánynak van egy háza. Kéményseprő jár az udvarába, kémény cuca, gyere be! Cucáltassál, ide jön a nagy csiribú, csiribá, varázsló, hó, buszpó, buszpó, a udvari szertartásunkat egy bohóc fogja színesíteni, méghozzá megkérem a bohócunkat, hogy jöjjön be. Van egy olyan... valami hercegnő jött hozzánk. Kérem szépen, hercegnő, hogy vonuljon be. Közhírét étetik, hogy a mulatságot fokozzuk. A madám, régi madám is körbenéz közöttünk, és megszemlél mindenki. Lépjen színre a nagyságos madám! Most pedig egy kicsit kimegyünk a piacra, mert városon piac is van, és Julcsikát megkérjük, hogy a Julcsikát. Következő vendégeink követik a módit.
néhány percben bemutatják, milyen ma a módi. Fiatalos lendülettel ropják itt is máskor. Reméljük, hogy példájukkal követik majd mások. Köszöntsük hát tenyerünket összeütve őket, jöjjenek hát, jöjjenek a reppelős nagyik! Ugye csodálkoztok, hogy miért vagyunk itt. Tudni kell azt, hogy mi vagyunk a reppelős nagyik. 60 felett nagyon nehéz ezt a táncot járni, de mi mégis megtanuljuk a műsort csinálni. Mosunk, főzünk, takarítunk, unokákhoz járunk, este pedig műsorunkat kicsit kipróbáljuk. Minden szerdán a mi klubunk a néptáncot járja, de mi hárman átpátoltunk az egy új műsor számra. Tudjuk azt, hogy a családunk nem repett örömtől, de mi nekünk a kis mozgás az igazán jól jön. Bizony-bizony elfáradtunk, most már abba hagyjuk, reméljük, hogy szövegünkkel örömet okoztuk. Megkérjük a közönséget, hogyha nekik tetszik, verjék össze tenyerüket, mert egy kicsit kimegyünk a mezőre, mégpedig azt hiszem mindenki ismeri azt, hogy megismerni akarnál, értes már a csárod. Szeretne bejönni hozzánk, ha sikerülne. Hát valami sejtelmeset kérünk, ami lehet. Kérjük ezt a hárem hölgyet. Jelmezesünk, kérem szépen, egy nagyon kedves hölgy lesz, aki a lovagias urakat szeretné megkérni, hogy hölgyeknek valami virágot vegyen. Kérjük szépen ezt a gyönyörű virágáros lányt. Műsorszámunk, vagyis jelmezesünk, nagyon érdekes egyén lesz, mert azt hiszem, hogy itt már gyűlt össze mindenféle ócska holmi, és ő pedig a hadaró. Nem tudom, hogy ki emlékszik ki erre, de van ilyen is, hogy hadaró. Mindenféle ószeres! Mi hívtunk meg valami nagyon-nagyon híres együttes távoli tájakról, de majd itt közben nekem a segítség majd kérek. Méghozzá egy úgynevezett tequila együttes fog jönni. Egy kis türelmet kérek, mert el kell, egy kis beindulót kell nekik itt. Be is a duga. Thank you.
Hogy mindig, amikor itt vagyok magukkal, akkor a következő napok sokkal könnyebben telnek, mert itt mindig energiát, meg erőt kapok maguktól. Mert ezen a héten is minden nap kellett mennem Pestre, és ma délután úgy értem haza, 3-4-kor, hogy őrültem, fáradtam. Hazamentem, és magamban nyomtam úgy kb. Egy fél út kolbászt, a kisebbik lányom az folyamatosan ott állt mellettem, és ő a minden második katonát elvette. Úgyhogy így kölcsönösen megevédeltünk. És csak annyit kérdezett, hogy mikor jövök haza, mondtam, hogy ma megint valószínű későn jövök, mert most megyek a nyugdíjasokhoz a farsangi bulira. Azt mondta, hogy igen, de akkor az a baj, hogy holnap fájni fog a lábad. Úgyhogy bízom benne, hogy a ma esti buli is jól fog sikerülni, és mindenki jól érzi magát. Köszönöm szépen!
És az volt az észrevétele a zsűrinek, hogy mindegyik fánk nagyon-nagyon finom, csak az a baj, hogy nem lakott jól. Hiába kóstolta mindet végig. Ugyanis három fánkot tudott csak végig kóstolni, hiszen többen nem sütöttek. Úgyhogy megbeszéltük, hogy semmiféle külön díjjal nem jutalmazzuk, meg nem emeljük ki egyik versenyzőt sem, hiszen mindegyik nagyon finom volt. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mindegyikük kapjon egy nagy doboz bombont, hiszen ha már fáradtak, és voltak ilyen kedvesek, hogy hoztak fánkot, azt hiszem ennyit megérdemelnek. Tapsoljuk meg őket, mert... És akkor kérem, hogy fogadják tőlünk sok szeretettel ezt a kis édességet, és reméljük, hogy jövőre többen kedvet kapnak, és beneveznek a fánksütő versenyre. Köszönöm. Húha! Ez ilyen kék színű, és ilyen nagyon extra minta van rajta, ilyen nagyon hullámos, igen, ez egy olyan nagyon hullámos, és a szám az pedig, a szemüvegemet otthon hagytam, 48-as. Kék hullámos, 48-as. Gratulálunk. Igen, kérünk szépen. Egyet húzni. Szép az élet, minden oly csodás, rájön hát a tánc, zene kell hozzá, és semmi más. Köszönöm.